Nem, nem, soha. Békés Csabán is megemlékeztek a trianoni békediktátumról. Több eső kellene, közepes lesz a búza idei hozama. Könyvtár a színház előtt, szabad téren lehet könyvet kölcsönözni. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Június 5-től nincs szükség a negatív koronavírus tesztre, és karanténba sem kell vonulni akkor, ha valaki Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába utazik ki, vagy ezekből az országokból tér haza. Hangzott el pénteken az operatív törzs napi tájékoztatóján. Kis Róbert rendőr alezredes hozzátette, a kormány úgy döntött, hogy az autós zenei koncertek megtarthatók. Az országos tisztifőorvos mindeközben arról tájékoztatott, hogy Békés megyében nincs aktív fertőzött. Müller Cecília hozzátette, a pozitív járványügyi helyzet miatt a szociális intézményekben részlegesen feloldják a látogatási tilalmat, ám a kórházakban nem enyhítenek a korlátozáson. A ballagások is megtarthatók, az osztályok a megfelelő távolságtartással, a higiénés szabályok betartásával végigjárhatják az iskolájukat. A szülők részvétele az intézményen belül nem javasolt, őket arra kérik, hogy az udvaron vagy az intézmény kerítésén kívül vegyenek részt a rendezvényen, a kellő távolság betartása mellett. A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékeztek országszerte csütörtökön. A Nemzeti Összetartozás napján Békés Csabán a trianoni emlékműnél tartottak megemlékezést, amelyet a református templomban ökumenikus istentisztelet követett. Percre se feled, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen. Összetartásban rejlik csak erő. Vas Albert gondolataival vette kezdetét a Nemzeti Összetartozás napi megemlékezés Békés Csabán. A rendezvényre a lakosság nagy számban látogatott ki. Éj megyek a Roberdói A Talléros Együttes első világháborús katonadalokat adott elő, amelyet a polgármester megemlékező beszéde követett. A Békés Csaba vidékéhez, Vandháthoz és Gerendáshoz is kötődő Aponyi gróf férfias és hazafias tiltakozása nem állíthatta meg azt a tollat, amellyel a világtörténelem legerőszakosabb, legigazságtalanabb békeszerződését alá kellett írni. A határoktól függetlenül van közös múltunk, vannak erős gyökereink, amelyekbe kapaszkodhatunk, és van közös jövőnk is, zárta megemlékezését Szarvas Péter. A polgármester beszédét a Békés Csabai Jókai Színház színművészeinek ünnepi műsora követte. A versek, prózai művek és dalok sorát az Ismerős arcok nélküled című dala zárta. Történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből való vagyunk. Ezt követően a közéleti szereplők, a pártok, a civil szervezetek képviselői, valamint magánszemélyek helyezték el az emlékműnél az emlékezés koszorúit és virágait. Este a Deák téri református templomban tartottak ökumenikus istentiszteletet, amelyen Szigeti Antal, a Békés Csabai Páduai Szent Antal római katolikus plébánia plébánosa, Verasztó János evangélikus lelkész és Takács Zoltán, a Békés Csabai baptista gyülekezet lelkipásztora is részt vett. A történelmi visszatekintésekkel tűzdelt igét Marti Miklós református lelkész hirdette. De annyira ott volt a tagadás az egyházon belül is, hogy ez nem történt meg. Nem történt meg, mert nem akarták, és nem akartuk akkor elhinni, hogy ez végleges. A prédikációt követően Szigeti Antal plébános azt az imádságot olvasta fel a jelenlévőknek, amelyet a magyarországi püspöki kar írt a trianoni döntés megszületését követően. A trianoni békediktátummal Magyarország népessége 18 millióról 7 millió 600 ezerre csökkent, és több mint 3 millió magyar embereket a határokon túl. Az egy évszázada történt eseményekre Gyulán a Csigakertben lévő Székelykapunál emlékeztek.
A megemlékezés elején a résztvevők közösen énekelték el a himnuszt, melyben az Erkel Ferenc vegyes kar működött közre. Ezt követően dr. Görgényi Ernő mondott beszédet, Gyulaváros polgármestere a veszteségre emlékeztetett, amellyel az országot darabokra szaggatták. Kiemelte, ezen a napon országszerte azért gyűlnek össze az emberek, hogy a jövőbe vetett hitüket fejezzék ki. Ezer éves államalkotó nemzet tagjaiként, megfogyva bár, de törve nem, ott vagyunk. Még mindig ott vagyunk a Hargitán is, Kassa gyönyörű városában is, ott vannak a magyar gyermekek a kárpát-aljai Gyula község óvodájában, és még mindig műveljük a délvidéki szőlőket. Hozzátette, a jövőbe vetett hitünket a nemzeti összefogást táplálná leginkább, erre van a legnagyobb szükségünk. Mert nem lehet feledni, nem soha. Amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény. A beszédek után Bálint Gergely szavalt, majd a gyulai Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola diákjainak néptánc előadása következett. Tóth Tibor szavalata után az egyházak képviselői emlékeztek meg arról, mi történt egy évszázada. 100 évvel ezelőtt átgázoltak a magyar népen, és amikor átgázoltak, akkor ott feküdt a magyar nép, mint egy család, összetörve, vérezve, tehetetlenül. És a nemzetek azt nézték, hogy túléljük-e, vagy sem. A résztvevők a szózatot követően megkoszorúzták a Csigakertben található székelykaput. A sorok között többen voltak, akik máig emlékeket őriznek a békeszerződés hatásairól. A háború után, mikor megtudtuk, hogy újra visszakerültek, akkor ő sírva mondta, hogy nem leszünk többet magyarok. De hát erősek voltunk, és hát csak így összetartva azért a magyarság amennyire tud, és én büszke vagyok rá, hogy én nagyszontai születésű vagyok, és hogy én Erdélynek tartom magam. A megemlékezés zárásaként a megjelentek elénekelték a székely himnuszt az Erkel Ferenc vegyes kar közreműködésével. 13 alkotó a trianoni békeszerződéshez köthető munkáját tekinthetik meg az érdeklődők a Békéstáji Művészeti Társaság és a Csaba Gyöngye Kulturális Központ új kiállításán. A rendhagyó tárlat éjjel látható, mivel az üvegek nappal nem látszanak át. A Békéstáji Művészeti Társaság tematikus pályázatot hirdetett a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója kapcsán, amelyre 13 alkotó több munkával is jelentkezett. A társaság eredetileg a saját galériájában állította volna ki a munkákat, ám a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva a Csaba Gyöngye Kulturális Központtal közösen hozták létre a szabadtéri kiállítást. Olyan kiállítást szerettünk volna összeállítani, és ebben a Békéstáji Művészeti Társaság tagjai partnerek voltak, amelyek azokat a jeleket hordozzák magukon, amelyek mindannyiunk számára ezt a komoly nemzeti tragédiát és az ebből fakadó széttagoltságot és az erre választadó összetartozást elevenítik meg. Sok békéscsabai kereste fel a rendhagyó kiállítást. A szervezők szerint ennek több oka is lehet, köztük az, hogy az összetartozás érzése az emberekben ilyenkor felerősödik, a megemlékezésen pedig lehetőség adódott a találkozásra is. Trianon traumáját nagyon sok formában dolgozták és dolgozzák fel. A zene, ha csak most a nélküled, ami már-már himnuszává vált ennek a sajnálatos eseménynek, illetve a magyarok összetartozását szimbolizálja, vagy az a sok köztéri szobor, amit látunk az országban, és a képzőművészet is megmutatta ma magát. A szervezőcsoport vezetése mind a 13 alkotót kiemelte, hiszen munkáikkal színesítették a megemlékezést. Egyedi, vizuális megfogalmazással dolgozták fel a békediktátum okozta traumát. Művészetet, geometrikus abstrakciót művelem, és
ezekkel az eszközökkel próbáltam ezt a tragikus eseményt, az ország szétszakítását, darabok szétdarabolását megjeleníteni. A kiállítás éjszaka látogatható, mivel napközben az üvegek nem látszanak át a fényviszonyok miatt. A kiállítás egyelőre határozatlan ideig látogatható. Nagy szükség lenne további csapadékra a földeken, állítják a Békés megyei gazdálkodók. Habár a vetés körülményei jók voltak, a kevés csapadék miatt a termelők nem számíthatnak kiemelkedő terméshozamra. A fő növénykultúra továbbra is az őszi búza és a kukorica, mindkét növényből 100 000 hektárt vetettek idén a megyében. Pillanatnyilag ez a kukorica jó érzi magát, de ez pillanatnyi, tehát ide egy-két héten belül egy 10-20 mm, 30, az akár egy pár nap alatt ebből dupla méretűt csinál. Ennek a kukoricának hosszú egészséges gyökerei vannak. Egyelőre még tartják a nedvességet, ehhez szakszerű talajművelés kellett. Most csapadékra van szüksége a növénynek. A szorványos esők miatt akár két parcellán belül is komoly eltérések mutatkoznak a fejlődési szintekben. Ideális méret, nem látszik rajta az aszály, stb. Tehát még van annyi tartalék. Csak ugye most indul be. Most lesz az a vegetációs felület, duplájára, 3-4-szeresére fog nőni, lesz 2-2,5 méteres, na akkor lesz a nagy párolgás, akkor kell, meg utána jön a cső is. A március-áprilisi csapadék hiány miatt a gabona megállt a fejlődésben. Az asszály a várható mennyiséget befolyásolja. Tehát egy olyan közepes kalászok is igazából, mondhatni, hogy majdnem a nagyját vettem le, mert ami itt vannak fönn, vannak aló sajruk, ez sokkal kisebbek. A búza ugyan a legtöbb helyen tiszta, gyommentes, egészséges, a kalászok azonban nagyobbak már nem lesznek. A víz elfogyott a talajból, emiatt a növény felfelé szárad. Ezután fogja a szemet nevelni a kalászban, amihez azért jelentős mennyiségű csapadék kellene, valamint ahhoz kellene még a csapadék, hogy ebbe a kalászba fejlődő maghoz hozzá tudja adni, be tudja építeni a kijuttatott tápanyagot. A gazdálkodók hiába juttatták ki a megfelelő mennyiségű tápanyagot, ha nincs csapadék és víz a talajban, a növény azt nem tudja hasznosítani. Ha a búza legalább 20-30 mm esőt kapna, közepes termés átlaggal zárhatnának a termelők idén. Júniustól már lehet könyveket kölcsönözni a Békés megyei könyvtár pavilonjában. Az intézmény a hatályos jogszabályok értelmében még nem fogadhat látogatókat, de a Békés Csabai könyvtárosok egy online felület és egy főtéri könyvtárpont segítségével nem hagyják magukra az olvasóikat. A koronavírus járvány hazai megjelenése után szinte azonnal bezárt a Békés megyei könyvtár, csak úgy, mint az összes hazai kulturális intézmény. Az olvasók nem tudták visszavinni és kikölcsönözni a könyveket 2,5 hónapig. Június elején azonban egy átmeneti megoldást vezetett be a Békés Csabai intézmény, amelyet örömmel fogadtak az olvasók. Egy elég praktikus megoldás. Igen, így, hogy sajnos ugye a maga az intézmény ugye nem lehet nyitva, ugye különböző óvintézkedések miatt. Így legalább lehetőségünk van arra, hogy visszahozzuk a könyveket. Én ugye végeztem velük, hiszen most már majdnem, hogy 3 hónapja voltak nálam, és gondolom, aki meg szeretne otthon olvasni, vagy keres valami anyagot, akkor így megteheti. Az érdeklődők az igényelt könyveket egy meghatározott időpontban vehetik át hétköznaponként 10 és 14 óra között a könyvtár kihelyezett kölcsönzési pontján. Ezen a héten az olvasók Moldova György, Gabriel García Márquez és H. János köteteit keresték a leginkább. A bestsellereket, illetve a romantikus olvasmányokat, krimiket, regényeket is keresték. Ezek közül Nora Roberts könyvei a kedveltek, valamint Nesbő könyvei, aki egy híres krimiíró. És a gyerekekről sem szabad elfeledkezni, náluk ugyanaz a sláger, mint a könyvtárban amúgy egyébként is. Geronimo Stilton könyveit és Bartos Erika meginhatatlan Bogyó és Babóca történeteit keresték.
Az átmeneti megoldás lényege, hogy bárki tud űrlapon, e-mailben vagy telefonon rendelést leadni, majd az igényelt könyveket átveheti a megfelelő óvintézkedések betartása mellett a színház előtt található pavilonban. Az intézmény munkatársai azoknak is segítenek, akiknek eddig nem volt olvasójegyük. Szüksége van dolgozathoz, bármihez, olvasnivalóra, szakirodalomra, szépirodalomra. Én azt kérem, hogy keressenek minket, legyenek szívesek, akár itt a sátornál érdeklődhetnek, annak ellenére, hogy nem kérnek ehhez külön időpontot, csak a könyv átvételhez kell a külön időpontot egyeztetni, vagy betelefonálhatnak a könyvtárba, és akkor segítünk ebben. A kölcsönzési pont nem csak a veszélyhelyzet megszűnéséig működik, tette hozzá a Békés megyei könyvtár igazgatója. A szolgáltatás várhatóan a teljes nyári időszakban elérhető lesz. Már láthatóak Szarvason az új miniatűr látványosságok. A Mini Magyarország Makettpark idén hazai épületek makettjeivel bővítette a látnivalókat, a Zemplén és a Hortobágy egy-egy nevezetes épületével. A Magyarország leghosszabb szabadtéri vasútmodell pályáján száguldó vonatok száma is bővült, ezzel adva több élményt gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Szerencsére Szarvas nagyon bővelkedik látnivalókkal és attrakciókkal, így nagyon hamar sikerül, úgy látjuk, hogy nagyon hamar sikerül helyreállni a rendnek és visszaállni a normál működésre. Szarvason található az ország ötödik leghosszabb állóvize, a Körös Holtág. Nagyon sok szálláshely, illetve attrakció épült ki az elmúlt évtizedekbe, és szerencsére, hogyha ellátogatnak hozzánk az emberek és minket választanak, akkor bővelkedik programban a város, illetve a település és a környezet természetközeli, tehát nagyon sok erdő, fa vesz minket körül, így az embereknek nem is kell félni, hiszen kültéren tudnak tartózkodni és pihenni mindenféle veszély nélkül. Szarvason található a Holtág mellett a történelmi Magyarország közepe, és ebből adódóan pattant ki a park üzemeltetőinek fejéből a Mini Magyarország Makettpark megalkotása, illetve az elkészítése, és az elmúlt években nagyon kemény munkával sikerült felépíteni, illetve gyönyörű környezetet varázsolni itt a arborétum mellett. Az arborétum, a Szarvasi Arborétum hazánk legnagyobb arborétuma, több 10 hektár területe rendelkezik, amiből nagyon sok, tehát akár 60 hektár is látogatható, illetve körbesétálható, valamint itt a Mini Magyarország melletti kikötőbe tud indulni a Katalin sétahajó, ami már több mint 30 éve üzemel. Új részt nyitottunk márciusban, a Zemplén és a Hortobágy részről lettek makettjeink. Zemplénből lett a Füzéri vár, a Sárospataki vár, mely előtt egy bodrog résztet is van, illetve a vizsói református templom, Hortobágyról pedig a kilencjukú híd a nagycsárdával, illetve egy gyönyörű szép tiszadobi kastély. A kilencjukú híd látogatói kérésre valósult meg idén nálunk, ugyanis az elmúlt évek során nagyon sok megkeresést kapunk a látogatóktól, hogy mit hiányolnak még esetleg parkunkból, és a lehetőségeinkhez mérten mi próbálunk kedvezni a látogatóknak, és a kilencjukú híd nagyon-nagyon sokszor szerepelt a kérések között, ezért most úgy alakítottuk a helyzetet, hogy meg tudjuk építeni ezt a makettet is, és most már a látogatók kérésére ez is látható. Nagyon fontos a számunkra, hogy a makettjeink úgy nézenek ki, mint az eredeti makettek, tehát hülyen ötvözzék az eredeti másokat. Aprólékos, részletes kidolgozással dolgoznak a makettkészítők minden esetben, illetve hát a környezeti hatásoknak is meg kell felelnie a makettjeinknek, tehát erre is nagy hangsúlyt fektetünk. Ugyanúgy, mint bármilyen kültéri épületet, a makettjeinket is kell néha restaurálni, ezt téli időszakban szoktuk megtenni, tehát ugyanúgy kapnak új festést, egy kis ilyen olyan restaurálást. Próbáljuk a látogatókat minél több élménnyel ellátni, ezért nálunk nagyon sok makett, interaktív makett, tehát tulajdonképpen gomnyomásra valami történik, szól egy zene, egy harangjáték, egy ének, vagy adott esetben esetleg egy híd lenyitódik gomnyomásra, tehát nagyon sok ilyen érdekes interaktív elem van a makettjeinkbe szerelve. Illetve hát nem utolsó sorban a vonat modelljeink, melyek nagy örömet okoznak a látogatóknak. Nálunk található Magyarországon a leghosszabb szabadtéri sínpálya, ami több mint 600 méter hosszú, és ezen rotálva
50 vonatunk szokott felváltva közlekedni, 50 vonat és vontatmány. Ezzel adunk nagy élményt a gyerekeknek, de hát a felnőtteknek is. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!